Kinél lakik? Az anyámnál. Rossz körülmények között él? Nem, az anyámnak jó állása van. Tudja, hogy a vonaton áramütés ért egy embert, mert leszerelték a fűtés kapcsolatot? Erről nem tudok. Mi csak az ülést vagdostuk össze. És azt miért csinálták? Nem is tudom. Kik a társai? A vonaton ismerkedtünk össze, nem tudom a nevüket. Nem gondolt arra, hogy ok nélkül, cél nélkül rongálják a társadalom vagyona? A vagánság tetszik a srácoknak. Majd leszoknak róla. Írja alá a jegyzőkönyvet. Elmegyünk a lakására. Manci, mit balcogsz a jaksihoz? Mennyit kérjek érte? Mindegy, alkudj meg. Jó napot kívánok. Jó napot. Mit hallom? Van itt mindenféle. Tessék megnézni. Mennyit ad érte? Egy 24 voltos izzók, ez pedig egy speciális kapcsoló. Igen. Ha kisebb méretű volna, még megvenném, de így semmibe se tudom beépíteni. Egyéb nincs? Pedig olcsó megkaphatná. Még ingyen sem kell. Na minden jót, kislány, dolgom van. Nem sikerült? Nem vette meg. Csak ilyen pancsára ne bízza az ember. Majd én elpasszolom, gyere. Passzol. Jó nap. Adj Isten, valami javítani való tudod? Nem. Egy ilyen üzletet akarok kötni. Miről van szó? Olcsón adom, ha az egészet megveszik. Maga le akar buktatni. Honnan lopta ezeket? Nem mindegy. Kell vagy nem kell? Hát persze, hogy nem mindegy. Mindjárt átadom a rendőrnek. De nem engem, papa. Megállj, gazember! Kocsolás, gondj nem lehúzni. Nyissák ki! Nyissák ki! Jó napot kívánok! Maga a házfelé, gyerek? Igen. Rendőrség, tessék elünk jönni. A bácsikával együtt. Jó napot kívánok! Jó napot. Rendőrség. Házkutatási parancsom van. Házkutatás miért? A fia miatt. Mit csináltál, fiam? Menjünk bejebb, asszonyom. Vizsgáld át a többi helységet. Nem vette észre, asszonyom, hogy a fia idegen holmikat hordott haza? Az én fiam soha nem csinált ilyet. Hát ez mi? Ez a fiam tábla gyűjteménye. Szép kis gyűjtemény, csupa lapot holmi. Ön nem gondolt erre? Ugyan kérem. Sok mindent összeszednek a gyerekek gyűjtő szenvedélyből. Meg rongálásból. Ezt minden esetre lefoglalom. A kamerában találtam 3 zsák cementet. Azt mikor vették? Tavaly építettük a mosókonyhát. Abból maradt. Ennek még utána nézünk. Most már elmondhatom. A fiák tetten érték a vonaton rongálás közben. Úristen! Ebben az ügyben még idézést kapnak. Mehetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, vége! Mire keveredtél, fiam? Ezt a cementet se értem. Nem majréd, mama. Azt a Sanyiék vették, csak lerakták nálunk egy pár napra, majd elvitték. Nem tetszik nekem, hogy folyton ezzel a Sanyival barátkozol. Ez egy huligán gyerek. A munkahelyéről is kidobták. Csak kihasznál téged. Ne szidd a Sanyit, mama. Ő az én legjobb haverom.
Leköptél minket, te piszok, nyakunkra hozod a zsarukat? Esküszöm, egy szót se szóltam rólatok, csak én maradtam a csőbe. De téged most figyelni fognak, és mi is lebukhatunk. Ne bánj, Robit! Inkább azon gondolkodsz, hogy hova mentjük a megmaradt felét. Reggel elviszük a bátyám Vikendházába. És nem mondanád meg, hogy mivel? Az bízzátok rám.